Cinege Madár a népdal éneklési verseny, majd később mozgalom a 90-es évek első felében indult. Szabadi Mihály ötlete alapján Bogár István emlékére. A felvirágzás után talán szükségszerűen hanyatlás és a kihagyás évei következtek, míg nem az elmúlt esztendőben ismét meghirdette a Babits Kulturális Központ a versenyt, mely a vártnál nagyobb részvételt eredményezett. Az elmúlt év sikere megalapozta az idei versenyt, nem véletlen tehát, hogy 350 jelentkező mutathatta meg magát és dalkincsét a zsűrinek. A Szekszárdi és Tamási selejtezőt követően 30 versenyszám jutott a megyei döntőbe. Sejtjék pántlika a botosom kötője, sejhány meg babám, sejhány meg babám egy szóra vagy kettőre. Nem állok én babám ötre, hatra, de még tízre sem. Nagy öröm az, hogy egyrészt a Cinege Madár versenyt újra röptetik, felélesztették, tehát amit Szabadi Mihály annak idején indított Bogár István emlékére, és Zsiko Zoli nagyon ügyesen a szárnya alá vette ezt a Cinege Madarat, mert nagyon fontos az, hogy az adott területen legyenek fecskék, akik nyarat csinálnak, tehát a madaras hasonlatot folytatva. Tehát öröm az, hogy az előző évhez viszonyítva a csoportoknál szólisták többségénél lehet érezni azt, hogy nagyon sokat fejlődtek. És ez nekünk is egyfajta igazolás olyan szempontból, hogy amivel próbáljuk segíteni és elmondjuk a szakmai véleményt, hogy mi az, amit tudatosítva tovább kell vinni, mert jó stílusban, hangvételben, tisztaságban, előadásban, és mi az, amelyeket javítani kell. Nagyszerű az ugye, hogy például az elődöntőben indulókhoz képest itt is érezni, már ilyen időtávlatából egy-két hónap alatt mennyi mindent ki tudtak csiszolni és tudnak javítani. Nagyon fontos az, hogy a színpadról úgy zenéljenek, úgy énekeljenek, hogy az a közönséget, a velük szemben állókat, ülőket, vagy épp a kamerákon keresztül, akik ez eljut, megszólítsa. Azt érezzék, hogy ennél jobb dolog nincs a világon. A legfontosabb, hogy az üzenet, melyet a népdalok hordozzanak, átjöjjen és megérintse a hallgatót. A kulcsok egyszerűek és közérthetőek szinte minden korosztály számára. Ha valaki énekel, zenél, ha színpadra áll, akkor meg kell szólítsa a közönséget. Természetesen nem hivalkodva is hatásvadász módon, hanem a népzene stílusajátosságai keretén belül. De több csoportnál, ugye, amiben még majd kell fejlődni meg szólistáknál is, az az, hogy jó kedvel jöjjön át, ne a druk legyen, hanem a szeretet, ami átjön, ami magával ragad másokat is, mert parancsra nem lehet szeretni, csak akkor fogják követni azokat, akik színpadra állnak a szépkorútól, a picitől, a derékhadig. Ha úgy énekelnek, úgy énekelünk, úgy zenélünk, hogy az másokra hat, és azt mondják, hogy hát ez fantasztikus dolog, és így a szépapák, nagyszülőknek az üzenetét is tovább tudjuk vinni. Azt is látom itt, hogy a családok számára is egy fontos megerősítés lehet. A szülők számára, hogy látják a gyerekeiket egy más közegben, nem csak otthon gyakorolni, vagy az iskolában, hanem egy ilyen nívós közegben, egy nívós színpadon. Fontos lenne megértenünk, hogy a művészet nem szólhat a teljesítményről. De mostanában nagyon ehhez vagyunk szokva, hogy látjuk, hogy a tehetségkutatóknál az eredmények elérése az, ami a középpontban van. Úgyhogy a családok is egy ilyen megerősítést kapnak. És hát mindent összevetve azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a zsűri számára is nagyon inspiráló egy ilyen rendezvény. Azt remélem, hogy valamennyi szakemberre igaz, aki itt ül, a tanár kollégákra is, és akkor tud ez a Tolna megyei újra kivirágzott népzenei mozgalom tovább menni ezen az úton, hogyha el is jut, mondjuk az önök jó voltából az emberekhez, a fülekhez, eljut ez a hír, hogy ebben van egy olyan közösségi erő, ami örömet ad, végsősoron, ami boldoggá tesz. Zsiko Zsuzsanna felszállott a páva egykori döntőse, ezúttal a másik oldalon, a zsűri asztal mögött foglalt helyet. Ő pontosan érzi azt a feszültséget, ami a versenyzőkben lejátszódik, és amiről a zsűri kimondva kimondatlanul beszél.
Hogy összességében azért azt tudom elmondani, hogy fejlődő tendenciát mutat a felhozatal, meg az egész verseny, úgyhogy nagyon jó élmény volt. Örülök annak, hogy egyre többet mehetek zsűrizni, egyre többen kíváncsiak a véleményemre, ami igazán megtisztelő, és hát sokszor van, hogy fú, most én is úgy felelnék, és énekelnék, és voltak itt nagyon jó zenekarok is, és jaj, most abban úgy beálltam volna énekelni egyet. Vissza kell azért fognom magam, de hát közben azért egy egészen másfajta figyelmet igényel ez a feladat vagy munka. Aki megyek, én a létre gyűjteni, leülök a rendem mellé, az idő, bús vagyok én magam is. Szomorú a kedves kis angyalom is. A szexárdi muslinca férfikart kiemelt aranyminősítéssel díjazta a zsűri. Rajtuk kívül további két együttes kapott ilyen elismerést. 12 fellépőnek arany, 7-nek ezüst, 5-nek bronz minősítéssel jutalmazta produkcióját a bírálóbizottság.